A TikTok után most itt van az Apple és a Fortnite sztoria. Mivel Iron Channel vagyok, ezért Apple cuccokkal foglalkozom. Nem vagy csatorna, hanem iPhone, iPad, na mindegy, értitek. Kezdjük. Szóval, biztos, hogy hallottatok már magáról a sztoriról. Ha most rákerestek az App Store-ba arra, hogy Fortnite, vagy rákerestek a Play Store-ba arra, hogy Fortnite, nem fog kihozni semmit. Miért van ez az egész? Két percben ezt szeretném mondani, csak hogy mindenki informálódjon magyarul, mert már külföldön több helyen láttam a videót. Szóval, srácok, tulajdonképpen annyi történt, hogy a Fortnite, ugye, az app, ha neked van egy alkalmazásod, és te azt fejleszted az App Store-ba, akkor neked, ha ott valaki vesz benne valamit, tehát vannak alkalmazáson belüli vásárlások, 30%-át levonja az Apple, és oda megy. Illetve a Google Play szintén. Na de, most jön a csavar az egészben. Ugye a Fortnite ő azt kigondolta, hogy ő ezt az egészet nem akarja, és V-Buckot is csak Epic Games-en keresztül lehessen vásárolni. Na de! Most jön az egészbe a csavar, ugyanis a Fortnite már ugye több, az Epic Games maga már több hónapja készül erre az egészre, ugyanis összevágtak egy reklámot, amit most én idebe vágok, és ez a reklám, ez nem más, mint az 1984-es Apple reklám, ezzel is kiparodizálva az Apple-t, és hogy ő miért veszi el az ő bevételüknek a 30%-át, mert ugye olcsóbb lett a V-Buck, ezért így többen vásároltak, és az Epicsnek ugye ez kiesés volt, és ő ezt nem akarta. Na mindegy! Szóval az a lényeg, hogy miután felkerült ez a videó, napvilágot látott, gyönyörű szépen az Apple megfogta, és pssssss! Elküldte a kurva anyjába, hogy menjél innen! Na mindegy, és miután ez az egész megtörtént, nem kellett rá pár nap, fogta a Google Play, basszátok meg! Az is kidobta a Store-ból, és tulajdonképpen ennyi van. Most jelenleg Galaxy Store-ból, illetve crackelt alkalmazásokat tudjátok letölteni Androidra, iOS-re pedig szintén crackelt alkalmazásokat tudjátok leszedni, amik csak pár napig működnek, szóval senkinek nem nagyon nem javaslom. Aki játszani akar, az játszon gépen. Én most azt tudom tanácsolni, jelenleg ez a per valószínűleg rengeteg ideig el fog húzódni az Apple és az Epic Games között. De ki tudja, hogy mi lesz a véges, srácok, el szerettem volna ennyit mondani, mindenki tudja. Tetszett a videó, dobjatok egy feliratkozást, nyomjatok be a csengőt, basszatok egy kommentet, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mi erről az egész előtt véleményetek. Szerintetek jó-e, jogos, nem jogos, stb. Én Áron voltam itt az Iron Channel-en. Sziasztok!